Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy telefonunkat jól védjük, ugyanis hát van az az embertípus, aki egyáltalán nem költ semmilyen védelemre, ő úgyis vigyáz rá, nem fogja leejteni, és viszont néha megtörténik a baleset, és néha tényleg leejti, viszont ha nincs rajta semmilyen biztosítás, akkor súlyos pénzeket kell fizetni azért, hogy megjavítsák a készüléket, főleg, hogyha betörik a kijelző, jó esetben csak esztétikai sérüléssel ússza meg a készülék. Ha arról van szó, hogy védelem, akkor igazából kettő dolog jöhet szóba, vagyis hát három, na mindegy, a lényeg, hogy védhetjük a kijelzőt külön üvegfóliával, ezt mindenféleképpen ajánlom, ugyanis ezek tényleg védenek, előbb fog betörni az üvegfólia, mint a készüléknek a kijelzője is, durván olyan 3-4 ezer forintért már itthon is jó minőségű, tényleg karcáló és tényleg strapapíró üvegfóliákat lehet kapni. A második megoldás, és azért mondom, hogy kettő vagy három, ugyanis lehet rárakni tokokat is, viszont abból sem mindegy, hogy miért raksz rá. Amit én használok jelenleg, az egy ilyen kis szilikon tok, és ez lényegében csak a karcoktól védi, nagyon-nagyon vékony, és hát nyilván, hogyha leejtem a készüléket, akkor nem fog annyira durva sérüléseket produkálni az esés, így, hogy rajta van a tok, viszont nagyon-nagyon nagy esésektől nem fogja megvédeni, és hogyha mondjuk szemmagasságból vagy mellmagasságból kiesik a telefon a kezemből, akkor lehet, hogy ez nem fogja nekem megvédeni. Nem próbáltam még ki, és nem is fogom. És ugyan a kettő és feledik, vagy harmadik megoldás pedig az úgynevezett ilyen rugged strapabíró tokok. Ha már a készülék ilyen nagyon keskeny, vékony, gyengéden kezelendő telefon, akkor mindenféleképpen érdemes rászánni magunkat egy ilyen rugged tokra, ugyanis vannak olyanok, amik kifejezetten elcsúnyítják a telefont, viszont ezek nem annyira durvák. Kipróbáltam mindegyiket is, nem is néznek ki olyan rosszul. Most ez a három tok az Ivapótól érkezett hozzánk. Az Ivapótól láthattatok nálunk már Apple Watch C bemutatót, illetve Apple Watch, valamint iPhone dock bemutatót, ezeket megtaláljátok a videó leírásában, ha esetleg kíváncsiak vagytok rá, de most ebben a videóban ezt a három tokot fogom nektek bemutatni, hogy mégis hogyan néz ki az iPhone-on, és miért védi jobban a készüléket, mint mondjuk egy sima silikon tok. Lássunk is neki. Első körben van egy ilyen flip tok, ami flip tok is, meg nem is. Azért nem, mert majd meglátjátok. Azért fliptokos, mert az. És ha itt kibontom, akkor ugye láthatjátok, hogy tényleg flippes. Van szokásos szilikagél is, ki van tömve egy iPhone-nal. És hát így néz ki a tok. Ha így ránézünk, tényleg nem néz ki rosszul. Tényleg nagyon jól ki van dolgozva mindenhol. És maga a tok része, az egy ilyen nagyon-nagyon erős, hát ilyen gumis műanyag. Nem tudom milyen anyag, de strapabírónak tűnik, és a sarkai pedig rendesen meg vannak erősítve, tehát általában sarokra esik, vagy pofára a telefon. Na, itt a sarkok jól meg vannak erősítve, de biztos, hogy nem lesz vele gond. A flip része, pedig a képernyő fedő, az pedig itt belül ilyen sejmesebb, kívül pedig ilyen szövet hatású, és egyébként tényleg jól néz ki. Na, próbáljuk is bele a készüléket, és akkor már is látjuk, hogy hogyan fest az iPhone 7 benne. Úgyhogy ez fontos megjegyeznem, hogy mind a három tok iPhone 7-re érkezett, és azért is próbálom ki. És ahogy láthatjátok, így fest benne a fekete iPhone 7 a fekete tokban. Tényleg annyira nem csúfítja el. Elsősorban ezeket a tokokat azoknak ajánlom, akik valamilyen nehezebb munkát végeznek, és nem szeretnének mondjuk ketet, vagy mondjuk Panasonic telefont venni, ami ugye kifejezetten ilyen rugged telefon, hanem maradnának az elegáns megoldások mellett, de azért mégis legyen védve a készülék. Nos, ez egy jó alternatíva ezek a tokok, hogy tényleg védve legyenek a behatásoktól. A gombok egyébként tök jól benyomhatók, kicsit ugye nehezebb benyomni, mivel olyan az anyag is, de egyébként pedig jól működik, kiváló. És azért mondtam, hogy ilyen flippes is, meg nem is, ugyanis, ha nagyon ügyes vagyok, de szerintem leveszem előbb a telefont, akkor ezeket így ki lehet nyomni belőle, és így már is nem flippes a tok, hanem csak egy egyszerű strapabíró tokunk van. És ami jó benne,
azt már is mutatom, hogy a tok kicsit túlnyúlik a kijelzőn, így hogyha pofára esik a telefon egy sík felületre, ami tényleg sík és semmi kavics nincsen rajta, akkor tudja, hogy nem fog nekünk betörni a készülékünk. Persze a kavicsos felületről van szó, ott már más a helyzet, egyébként tök jól véd a tok, és tényleg nem is néz ki annyira rosszul. Azt kell mondjam, pedig én nagyon nem szoktam tokozni a készülékeimet, de ez feltép jól néz ki. És hogyha szeretnénk, akkor a wallet részét is, vagy a flip részét is rá tudjuk rakni, amin belül egyébként van egy kártya, slot, egy kártyahely, tehát ide tudunk személyigazolványt, vagy bankkártyát rakni, akár. Úgyhogy ez lényegében az első tokunk, amit kaptunk az Ivapótól. Nézzük a következőt, ami már egy ilyen, innen nézve fehér. Úgyhogy kibontam, akkor már is láthatjuk, hogy igazából milyen tok is ez. Ugyanúgy ki van tömve. És itt láthatjátok, amennyire látszik, ez átlátszó tok, viszont kettő rétegből épül föl, van egy ilyen erősebb szilikon réteg, ez már nem annyira hajlékony, mint amit én használok, tehát itt már tényleg ebbe sokkal sűrűbb az anyag, ez vastagabb is, és van egy külső műanyag keret, ami egy ilyen tényleg nagyon vékony műanyag, ezt szerintem simán el tudnám törni, lehet, hogy nem tudom, nem akarom eltörni, de egyébként tényleg masszívnak néz ki. Hát akkor próbáljuk rá a készülékre. Első körben a külső tok. Ezt is lehet így használni. Itt is kicsit túlnyúlik a kijelzőn, tehát hogyha pofára esik megint csak sík felületre, akkor nem lesz gondunk. És hát rakjuk rá a műanyag részét is. És hogyha sikerül itt benyomni a gomnál, azért itt nem teljesen illeszkedik, de gondolom ez csak igazgatás kérdése, akkor tulajdonképpen meg is van a toknak a felhelyezése, és hát így néz ki, srácok. Ugye ti döntitek el, hogy nektek tetszik-e vagy nem. Nekem ez annyira nem jön be, nekem az jobban tetszett az előző, az a flippes, nem flippes megoldás, de ilyen is van, és hát akkor nézzük is tovább. Jöjjön a harmadik tok. Hát levenni nehezebb, mint fölrakni. A harmadik tok az már egy ilyen tényleg durvában kinéző modell. Ő így néz ki, és ahogy láthatjátok, elég masszív egy tokról van szó, és hát ezt akárhogy nyomkodom, ugye nem tudom összeroppantani. Amit kattog, az a műanyag belső keret. Ugye első körben ott kell felrakni a készülékre, tehát először vegyük ki a belsőt. Ha ez megvan, akkor ugye ezt kell rárakni a készülékre. És ahogy láthatjátok, ez a műanyag rész, ez teljesen védi a kijelzőt is itt a széleken, tehát itt biztos, hogy nem lesz gond az arcrejtéssel, de azért még egy üvegfóliát szerintem el tud viselni a készülék. És ezek után pedig pattintsuk bele az erős gumitokba. Elsőre nem egyszerű, de ugyebár egyszer kell felrakni, szokták mondani. És még itt egy kicsi akadás van, fennakadás. Így, és tulajdonképpen meg is vagyunk. Ez talán a legstrapabíróbb tok, ugye a három közül. Hogyha még felraknék rá egy üvegfóliát, akkor én teljesen biztonságban érezném a készüléket. Tudja, hogy nekem ez nem fog összetörni. Viszont nincsen biztosítás a telefonomon, úgyhogy ezt nem fogom nektek most demonstrálni. De én bízom ebben a megoldásban, és tényleg masszív. Ez rendes masszív tok. Ami még ennél a toknál említésre méltó, az, hogy nagyjából minden nyílás zárt. Leszámítva itt a hangszóró, illetve a mikrofon rácsot. A Lightning csatlakozó, a Lightning port védve van egy fedővel, illetve a némító gomb is védve van. A hangerő gombok pedig természetesen ugye bele vannak építve így a tokba, tehát itt nem levehető, hanem egyszerűen csak be kell nyomni a gombot, ugyanúgy a bekapcsoló gomb is, és így ugye a portok is védve vannak, leszámítva a mikrofon, illetve a hangszóró nyílásokat.
Úgyhogy én ennyit szerettem volna erről a három tokról beszélni nektek. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel csatornánkra, ha még nem tetted meg. Ha nem tetszett, nyugodtan nyomd a diszlájkot. Ha pedig kérdésed merülne föl, akkor nyugodtan tedd föl kommentben. Én Laci voltam, köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!